Idén is megtartják a Fehér megyei magyar napokat, mégpedig a tervek szerint kétszer. Ma online változatban indul a rendezvény, ősszel pedig hagyományos módon is szeretnék megszervezni. A Fehér megyei magyar napok idei meglepetéséből a Hóhányó együttes alkalomra készített himnuszából láthattak-hallhattak részletet. Ez csupán az egyik meglepetés, idén ugyanis két alkalommal is megtartják a rendezvényt. Ma kezdődik az online kiadás, majd a tervek szerint október 1-e és 4-e között, a hagyományos keretek között élőben is jelentkezik a szórvány összefogása érdekében megálmodott, 2017 óta évente megtartott Fehér megyei magyar napok elnevezésű rendezvény. A hagyományos kiadásnak ma kellett volna kezdődnie, mégpedig az előző évek gyakorlatának megfelelően a Bethlen Gábor kollégium diákjainak tornavizsgájával. Most az online térben a Fehér megyei Magyar Napok elnevezésű Facebook oldalra költözik az esemény. A tornatanárok már a hét elején elindítottak egy sorozatot régi kisfilmekből a tornavizsgákról. Ezt mi úgy folytattuk, a Fehér megyei Magyar Napok Facebook oldalán posztoltunk emlékeket, én kezdtem a posztolást, mint az eseménynek a főszervezője, és utána elsősorban kollégákat, szervezőket kértem meg, hogy ők is meséljenek arról, hogy milyen élmény volt nekik a Fehér megyei magyar nap, illetve mit éreznek most, ha visszatekintenek a Fehér megyei magyar napokra. Zenészek és résztvevők is megosztják ezzel kapcsolatos élményeiket az elkövetkező három napban, szombatig az online kiadás posztjaiban. Hangsúlyozta, a visszaemlékezésekből kiderül, a szervezők, résztvevők rendkívül pozitívan élték meg a magyar napok korábbi kiadásait. Elérték, amit akartak, összefogni a szórványt, bebizonyítani azt, hogy szórványban élni jó. Ugyanakkor olyan gyökerei lettek a Fehér megyei magyarságnak, amilyent másképp nem tudtak volna kialakítani. Az októberi kiadás során szeretnék pótolni azt is, ami az előző három kiadás során hiányzott. A nép és könnyű zene mellett ezúttal a szimfonikus zenét is szeretnék a fesztivál szerves részévé tenni.